Jó napot kívánok, köszöntöm a szubjektív nézőit, a Pannon Televízió interjú műsorát látják. Csantavéri siker született a Magyar Nemzetpolitikai Államtitkárság digitális téma hét pályázatán. A Hunyadi János Általános Iskola csapata ugyanis kiérdemelte a legaktívabb külhoni magyar intézmény külön díját ezen a versenyen. Magáról a pályázatról és a Csantavériek projektjéről beszélgetünk mai vendégeimmel, Szedlár Barna Rózsa, az iskola rajztanára, Triznya Benyámin, illetve Vékony Dominik, két diák a vendégünk. Köszönöm, hogy eljöttek, és gratulálok ehhez a sikerhez. Mi az, hogy digitális téma hét? Ez tulajdonképpen egy olyan kezdeményezés, aminek az a célja, hogy mind a diákok, mind pedig a tanárok beépítsék valami módon a digitalizálást az oktatásba. Na most ez némelyik tantárgy keretében persze könnyebben megy, ott az informatika, ami kimondottan erről szól, de például magam részéről ugye a képzőművészetbe elég nehéz beépíteni, mert hogy jó magamnak is el kell előbb sajátítanom valójában a digitális pedagógiának a módszereit, és valójában ennek a digitális témahétnek ez is volt az egyik célja, hogy minél több gyereket bekapcsoljunk a munkába, és hogy a tanárok, a kollégák is valami módon részt vegyenek ebben a munkában. Hát akkor mi volt a konkrét feladat? Egy héten át tartó program sorozatot kellett összeállítani? Igen, valójában erről szólt ez a digitális téma hét, ha jól emlékszem, akkor április 28-án kezdtük, és kellett, hogy készítsünk egy projektnapot, ahol bemutattuk azokat a munkákat, amik ennek keretén belül születtek. Említette, hogy több osztály, több tantárgy részt vett ebben a projektben. Hány diákot, hány tanárt, hány különböző tantárgyat fogtak össze? Konkrét számot én igazából nem tudnék mondani, de viszont azt elmondhatom, hogy nagyon sok kolléga részt vett benne. Nyelvszakos Rekicsmuti Natália, ugye angolszakos, Oravec János a műszaki és technológiai ismeretek, Ladányi Zsolt informatikus, Hatala Zoltán és Vörös Leonov Adrianna a fizikai részt, Tóth Gabriella a matematikából, tehát nagyon-nagyon sokan az iskolából részt vettünk ebben a projektben. Hát fiúk, amikor a tanárok jönnek egy ilyen ötlettel, hogy akkor most csináljunk egy ilyen digitális témahetet, akkor ti ezt hogy veszitek, hogyha valami rendkívüli dolog történik az iskolában? Mennyire voltatok nyitottak, mennyire örültetek meg ennek? Őszintén engem egy kicsit váratlanul ért. Nem voltam benne biztos, hogy ezt én meg akarom csinálni, de aztán jobban átgondoltam a dolgokat, és inkább belefogtam, és végül kiderült, hogy ez nagyon élvezetes volt. Na akkor meséljük el, hogy mi volt a te konkrét területed, a te témád, mivel kellett foglalkoznod? Hát én a Microbit-tel foglalkoztam. Mi az a Microbit? A BBC Microbit egy kisméretű, programozható mikrovezérlő. Beépített szenzorokkal, LED matrix kijelzővel, ki- és bemeneti csatlakozókkal, illetve Bluetooth technológiával. Na most ezt képzeljük el, hogy ez akkor egy robot, amit így látunk, vagy ez egy... Ez inkább úgy mondanám, hogy ez egy olyan, mint egy chip. Igen, és te ilyet gondolom nem készítettél, hanem ilyet használsz? Használtam, igen. És mire lehet ezt használni? Például játékok fejlesztésére, hordható eszközök okosóra, okosruha, lépésszámláló tervezésére, kísérletezésre, illetve külső eszközök például robot vezérlésére. Most Benyám, mint egy 13 éves vagy, ugye? Igen. És te mit tudsz csinálni egy ilyen Microbit-tel? Semmi speciálisat. Igazából... Az, hogy elmondtad így, mert nekem elég speciálisnak tűnt. Mi volt a te feladatod? A Microbit-et csatlakoztattuk a komputerhez, azzal pedig annak a kijelzőjén pedig vannak apró lámpás, kicsi lámpácskáknak hívnám őket. Használtunk egy programot, amivel programozni tudtuk a Microbit-et. Például kiírhattam rá a saját nevemet,
és szöveget tudtunk kimutatni rajta úgy, hogy a szöveg balról jobbra irányba elkezdett mozogni, hogyha egy hosszabb szöveg volt. Hát térjünk át Dominikra. Te mivel foglalkoztál? Hát én a művészetbe vettem részt. Ez talán egy kicsit egyszerűbbnek tűnik, igen. Igen. Csináltunk plakátokat, én és a kollégám, Lassú Denis, lefestettük a Da Vinci-t, én a régebbi verzióját, a Denis meg a modernabbikét. Az én régebbi verziómon voltak a művészetei, festmények, szobrok, a Denisén pedig az úgy a találmányai, meg a kutatásai. Visszatérünk majd arra, hogy hogy is festettetek, de azt a tanárnőtől kérdezem, hogy miért épp Da Vinci? Hogy került Da Vinci ebbe az egész projektbe? Valójában úgy került Leonardo Da Vinci az egész digitális témahétbe, hogy mi már egy projektet indítottunk Leonardo életével kapcsolatban, és nagyon sok olyan dolgot tudtunk megcsinálni, amiben rengeteget használtuk ugye a digitális technikát, és akkor ilyen módon beépítettük a digitális témahétbe azt a projektet is. És akkor így került tulajdonképpen a Leonardo da Vinci mint téma a digitális hétbe. Tehát akkor az egész héten átvonult Da Vinci témája. Pontosan. Akkor pontosan. Térjünk vissza a te alkotásodhoz, alkotásaidhoz, mert hogyha jól tudom, akkor Leonardo da Vinci saját receptje alapján készítettetek festéket? Igen. És miből készül ez a festék? Tojásból, meg természetes festékanyagokból. Tojásnak melyik részéből? Teljes tojás kell hozzám, sárgája, és a természetes festőanyagok az miből? Attól függ, hogy milyen színt szeretnék kikeverni, a feketét, akkor kormot, meg ha pirosat, akkor céklát. És ez működik tényleg? Lehet ezzel festeni? Lehet, lehet. És mi mindent festettetek le? Tehát Da Vinci képeit próbáltátok ezzel a festékkel uralkodni? Egy festményt festettünk le, a Mona Lisát, ezzel a természetes anyagokkal. És hogy sikerült? Szép lett. A képzőművészeti órák keretében nem csak ez készült, hanem egy nagyon érdekes, hát egy pannó is, vagy mint egy tabló, amin a diákok láthatók, kicsit Mona Lisaként. Igen, összeültünk ugye a kollégákkal, összedugtuk a fejünket, és úgy döntöttünk az informatikus kollégával, Ladányi Zsoltival, hogy a 8. osztályosok azok, akik már tulajdonképpen egy olyan készséget fejlesztettek talán a számítógép használatban, hogy egy ilyen kezdetleges Photoshop technikával meg tudtuk azt csinálni, hogy kiválasztottuk Leonardónak a Mona Lisáját a lányok számára, a fiúk számára pedig egy az a festménynek a címe, hogy a muzsikus fiú, és kitöröltük az arcot, és beültettük a gyerekeknek ugye a saját portréját. Hát ez volt tulajdonképpen, mondom, egy ilyen Photoshop, kezdetleges Photoshop program, és akkor utána még egy kis retusálással, és gyönyörűek lettek a képek. Persze a lányok, ugye. Ez volt a projektnek a címe, hogy Leonardo modellje voltam. Meg láttam olyat is, hogy Leonardo da Vinci találmányait próbálták újraalkotni. Igen, ezt a műszaki szakkörön készítették el, ha jól tudom, a 8. fiúk szintén. Tehát tudni kell Leonardóról, hogy ő föltaláló volt, mérnök és ilyen igazi polihisztor, és működő találmányai voltak, például a kővető, a katapult, aztán nem is tudom, hogy mi volt még ott a projektnapon, amit bemutattak a fiúk. Repülő? Egy kezdetleges repülőmodell, tehát ők ezt megpróbálták maketben kicsinyítve elkészíteni, és be is mutatták a tanulóknak, hogy működtek ezek a dolgok. Itt néhány területet említettünk, én még néhányat felolvasnék, hogy mi minden készült. Például beszélgetés török és olasz diákokkal a testvértér csetszobában. Utána volt olyan, hogy Leonardo útja pályatervezés padlórobottal. Azt esetleg ezt a padlórobot fogalmát valaki megmagyarázza? Hát ezt azt hiszem, hogy a matematika tanárnőnk hasznosította, meg ha jól tudom, akkor angol órán is szóképzés, de ez
nem vagyok benne biztos, hogy pontosan volt még ilyen, hogy arányosság Leonardo da Vinci festményein, ez egy matematika órás projekt volt, vagy például Tangram játék és Leonardo da Vinci találmányai közötti kapcsolat, tehát csak azt szeretném ezzel bemutatni, hogy valóban egy nagyon szerteágazó projekt volt, aminek a végén volt egy valamilyen bemutató, egy előadás? Igen, az az úgynevezett projektnap, ahol elmondhatja Dominik, ő volt az egyik főszereplő. Mi volt a feladatod? Hát, előbb elmondtuk életét Leonardo da Vincinek, bemutattuk a Camera Obscura-t, illetve a azt tojás. Azt mondjuk el, hogy az mi és hogy működik? Hát a Camera Obscura, ez egy nagy dobozban, az oldalán van egy kis rés, és hogyha a fénybe világítom a kis résen, akkor a falára, a szemben lévő falán lesz a kép, ami bemény fordítva. És ti ezt el is készítettétek? Elkészítettük. És működött? Működött. És akkor ezt az iskola a diákjainak mutattátok be, vagy hogy történt ez a bemutatónak? Az iskola diákjainak, igen. Hogy álltok ti Leonardo da Vincivel? Mennyire foglalkoztat benneteket egyáltalán az ő munkássága? Mennyire áll hozzátok közel, és mennyire segített ez a projekt abban, hogy közelebb álljon? Miért érdekes ő nektek? Vagy mi az, ami az ő tevékenységéből a legjobban tetszik? Hát szerintem az, hogy okos volt. Mindenhez értett, a művészethő is, meg a technikához is találmány és kiválók voltak. Engem improvizálhat. Menjen, mint te, mi lennél szívesebben, festő vagy feltaláló? Engem a feltalálás rész jobban érdekel. Nem hiszem, hogy persze már a mai világban bármit is könnyű feltalálni, hiszen már nem az van, mint régen, mert most már sokkal nehezebb akármit is kitalálni, ilyen forradalmi találmányt. Ha feltaláló lennél, akkor milyen területen próbálnál valami újat feltalálni? Vagy ez most egy nehéz kérdés? Én az orvostudományra esküdnék itt. Ugye itt láttuk, hogy nagyon nagy kihívás volt ez a digitális témahét azoknak a tanároknak, akik még talán a pályájukat nem ilyen technikai fejlettség mellett kezdték, tehát egy teljesen más típusú tanítás van ma, mint régen. Ezt jól látom? Igen, ezt természetesen jól látja. Én bevallom őszintén, nekem nagyon nehéz. Én még nem az a generáció vagyok, ugye, aki már az anyatejjel a digitalizálást és a számítógépes ismereteket magába szívta. Szerintem a gyerekek nagyon élvezték, mert a fiúk is azért nálam például rengeteget utána kellett keresni az interneten, ami nem azt jelenti, hogy nem lett volna lehetséges, hogy ezt könyvekből is megtalálják, vagy kikeressék. De persze az ő számukra sokkal közelibb és elfogadhatóbb, amikor az interneten kell bóklászni és keresgélni. Úgy látszik, hogy ez következik, hogy minél jobban integrálni kell az oktatásba minden tantárgyból a számítástechnikát. Na most nekem azért egy kicsit vannak fönntartásaim. Mert mondjuk egy képzőművészet órán nem csak a két hüvelykujjra van szükség, amikor ugye rajzolni kell, amit a gyerekek a legtöbbet használnak a telefonnál, vagy esetleg a tasztatúránál. Én úgy érzem, hogy nagyon sokat veszítenének azzal a gyerekek, hogyha a képzőművészet a hagyományos értelemben nem úgy folytatódna a tanítása, ahogy eddig. Valahogy össze kellene egyeztetni a kettőt, hogy ebből is, abból is. Na most a minisztérium is valószínű, hogy hasonlóan látja, mert például az 5. tantervben, meg a 7. tantervben már meglehetősen sok tanítási egység foglalkozik a digitalizálással, tehát valami módon be kell építeni a tanításba. Most mit jelent akkor, hogy egy rajztanárnak kell digitális rajzolást tanítani? Tehát számítógépes igen, ismereteket? Igen, és erre igen. Fel vannak készülve a tanárok? Én vagy személy szerint nem vagyok. És akkor hogy tudja ezt a területet hát majd oktatni? Hát ezt úgy, hogy házi feladatként gyűröm és tanulom és csinálom és próbálgatom. Meg azt mondom, hogy kicsit a gyerekek is segítenek. Igen, igen. Ez is pontosan így is történik, hogy prezentációknál, vagy hogyha szeretnék képet bemutatni, vagy mert azért már ilyen módon én is használom az internetet és a számítógépet, hogy például nem papírformájúak a bemutatandó képek, hanem megpróbálom ugye digitális formában kivetíteni.
segítenek a gyerekek, sokszor segítenek. Ja, említette, hogy nem feltétlenül jól hat a gyerekekre az, hogyha csak a két hüvelykujjukat használják, és a finom motorikára kisebb hangsúly kerül. Látható már ennek valamilyen negatív jele az újabb generációknál? Hát például egy egyszerű példa. Amit tavaly beterveztem ötödikeseknél, ugye blokkórában kétszer 45 perc van, amit meg tudtam eddig valósítani a két órán, az idén már nagyon sok ötödik osztályban ezt nem tudtam megtenni. Egyszerűen lassabban dolgoznak, nem annyira alaposak, nem annyira precízek, valami módon észre lehet venni ezt a hatást. Ami szerintem egyenes következménye annak, hogy túl sokat vannak a számítógép előtt. Rajzórán kívül gondolom más tantárgyak esetében is használtok valamilyen számítógépet, multimediális eszközöket, kivetítőt, stb. Például melyik órákon? Hát, történelem órákon szoktunk. Például milyen formában jelenhet? Hát ilyen dokumentumfilmeket, meg ilyen prezentációkat, abban lehet kapni ötösöket, csak prezentációt, az egy elég jó pozitív dolog, meg matek órákon is szoktuk használni a projektort. Könnyebb úgy tanulni, hogyha közben használhatod a számítógépet? Például egy történelmi témát könnyebben megjegyzel, hogyha te földolgozod egy saját számítógépes projektben? Igen. Miért? Hát mert többet foglalkozunk vele. Hát de lehet többet foglalkozni, akkor is, ha ott a könyv meg a füzet. Miért szeretik jobban a gyerekek? Van erre valami tudományos magyarázat, vagy tud róla? Szerintem sokkal többet foglalkoznak vele, mint kellene, és már az tűnik kézenfekvőnek. Én próbáltam a gyerekeknek, 2 kilométer hosszú művészettörténet könyv van bent a rajzteremben, nem igazán élvezik. Azok a gyerekek, akik egyébként is érdeklődőek, azok igen. De a legtöbbnek már sokkal érdekesebb, hogyha ugyanazt a képet például kivetítőn és laptop segítségével nézzük. Tehát meg. Akkor végül is valami pozitív hatása lehet, nem? Tehát azért csak foglalkoznak valamilyen iskolai tananyaggal, csak másképp. Igen, valahol meg kellene találni a középutat, én úgy érzem. Hogy látjátok, milyen lesz majd a jövő iskolája? Szerintetek eltűnnek majd a könyvek? Minden csupa robot lesz, vagy milyennek képzelitek mondjuk egy 10-20 év múlva az iskolát? Hát én mondjuk a könyvek eltűnését azt mondanám, hogy az szerintem megtörténhet. Mi lesz helyettük, ilyen kis tabletek vagy valami? Tabletekkel, laptopokkal kell majd dolgoznunk szerintem, illetve az e-naplóról is hallottam már valamit, az úgy tudom, hogy egyelőre még nincs, de szerintem a közeljövőben már lesz. Tanárnő alig várja, ugye? Az a helyzet, hogy sokan azt mondják, hogy megkönnyíti az embernek a dolgát. Persze biztosan, hogy lesznek a kezdetben nehézségek, meg ahhoz hozzá kell szokni, meg rá kell jönni a módjára, hogy hogyan kell használni, és utána már biztosan, hogy egyszerűbb lesz. Dominik, te milyennek látod a jövő iskoláját? Hát én is vagyok vele, mint a Beni, hogy a könyvek eltűnnek, ilyenek a tablettok, meg a laptopok. Nem tudom. Okosabbak lesznek a gyerekek a jövőben, butábbak, vagy másmilyenek? Szerintem a lustaság, az majd meg fog látszódni azon, hiszen velem is van sokszor olyan, hogy elkezdenék tanulni, de aztán ott a kompjúter, és inkább ott hagyom a könyvet, és inkább elmennék gépezni. Na hát ez azt hiszem minden korosztállyal, vagy minden generációval így van, hogy igen. És valamit jobban szeretnek. Hogyha ilyen, így folytatódik a technika fejlődés, hogyha ennyire gyorsan fejlődik a technika, akkor ez a jövőben már szerintem sokkal rosszabb is lehet. Ó, akkor térjünk még csak vissza egy mondat erejéig erre a digitális témahét pályázatra. Mit nyert az iskola? Pénzösszeget, amit természetesen digitalizálásra kell fordítani. Hát, hogyha jól tudom, akkor kaptunk jó néhány Microbitet, ahogy azt a Beni mondja. Az iskolának egyébként már van jó néhány ilyen kis
szerkentyűje, ehhez jött még pár darab. Vagy erre szükség igen, van? Igen, erre. Hát ezt azt mondták, hogy mindenki próbálja meg a saját tantárgyán keresztül valami módon bemutatni a gyerekeknek és használni. Aztán a Domi el fogja mondani, hogy mit szeretnénk még vásárolni azon a pénzösszegen, amit kaptunk. Na. Egy animációs gépet. Amin animációt lehet készíteni? Igen. És milyen animációt készítenétek, vagy ez melyik tantárgyba tudnátok bevonni? Hát az informatikába, meg szerintem a rajzba is egy valameddig. Szóval ez úgy néz neki, hogy egy komolyabb tablet az, amire szükség van, hogy ugye sorozatfotókat tudjunk készíteni, és akkor ezt is kipróbálnánk. Ez mind befér a tantervbe? Tulajdonképpen mi elég sok mindent a szakkör keretében csináltunk, tehát nem csak iskolai órákon, hanem a szabad aktivitás, vagyis a szakkör keretén belül. Hát akkor teljesen megváltozott az oktatás, úgy veszem észre az elmúlt néhány évben, azt reméljük, hogy ez jó hatással lesz a gyerekekre. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégeink voltak, és további sok sikert, meg kellemes, számítógépmentes nyarat, fiúk. Mi köszönjük a megtiszteltetést, hogy itt lehettünk. Önöknek pedig köszönjük a figyelmet, további kellemes tévénézést kívánok!